Sziasztok, én Laki vagyok és üdvözlök mindenkit a következő FIFA 20 Ultimate Team videónkban. És hát itt hagytuk abba valahol. Így néz ki a csapatunk, és kértétek, hogy James rakjam be a kezdőben, ráadásul Sterling helyére. Nézzük meg, hogy ott hogy fog musikálni. Ha mondom vagyok, hogy nyugodtan ki lehet próbálni. És én nem húzom tovább a szót, Division Rivals fogunk nyomni. Hát jó lenne egy-kettőt nyerni. Én most bemelegítettem egy meccsen, bemelegítettem, kikaptam. De amúgy nem játszottam egy rossz meccset. Kíváncsi vagyok, hogy most hogy fog menni. Kezdjük! Az első ellenfelünknek a csapata egy kicsit lassan tölt be, de azért látszik, hogy ez egy szépen és gondosan összerakott keret. Jól néz ki amúgy. Remélem bénán játszik, de így ránézése nem fog. Megérkezett a 2020-as vadonatúj Lucky Rhombus minta, póló, pulcsi, egérpad, táska és még rengeteg minden a virosbolt.hu/Lucky oldalon. Na, James egyből labdába ért, és akkor indulhat ezzel a támadásunk. Egy csellen megpróbálunk bemenni, ez nagyon kiszámítható volt, de Jamesnél maradt a labda. Oké, hívtam volna ide ember, de elpasszoltam. Oké, hát Sissoko, ez egy labdaátvétel volt. Vardy, ne fuss el! Nyomnom kellett volna, ne fusson el, Fabinho előtt nagyon lassan reagáltam, hát kb. Jézusom, hát az öreg anyám ennél gyorsabban reagált volna. Mennyi már, Sunny! Hát te gyorsabb vagy ennél, oké. Túloldal James, játsszuk már meg. Ez nem neki ment, pedig... Ányul oda, gyerünk. Ott is van az egy-egy! Végre! Egy kicsi koncentráció kell csak, és ott is van a kapuban a labda! Vissza Jamesnek, vissza Firminónak, és most Vardy. Oké, Vardy csel. Jobb láb, blokk, ott van, 2-1 ide! Ez szerencsés gól volt, de megérdemelt vezetés. Jó! 2-1 ide! Pillanatok alatt megfordítottuk a mérkőzést, kellett az a bekapott gól, hogy felébredjek, és ez szép passz volt, de ha egy félisten, Sanchez is. Mit úsztam most meg? Oké, mennyi James, mennyi James, mennyi James? Nagyon jó. Nem tudtuk úgy átvenni, hogy gyorsak legyünk. Megpróbáljuk belőni, hát nem oda próbáltam volna, de mindegy. Itt az első fél idő utolsó támadása, és szépen lekapcsoltuk, kirúgjuk, és jó, megvan. Oké, fél idő, 2-1 ide. 2-2. Szép. Szóval egy szögletgólnak köszönhetően 2-2 az állás. Megérdemelt az egyenlítés a srácok, mert eléggé rákapcsolt az a helyzet. Most akkor nekem is még egy sebességet váltanom kéne. Firmino, hogy látsz ekkora ott is van, Szecki! Jamie Vardy újra megszerzi a vezetést, 3-2. Az utolsó pillanatban vagyunk. Egy támadásra van még ideje, hogyha nem jön össze, akkor megnyertem. Aztán egy random passz után egy ilyen helyzetbe kerül, és 3-3. Hihetetlen, csezd meg! Mi volt az a passzot? Cancelo gondol... 3-3, de mindegy, igazságos volt ez a döntetlen amúgy, őszintén szólva. Szerintem simán benne volt ebben a meccsben, ez tényleg olyan volt, hogy bármelyikünk nyerhetett volna. Így az X, ez benne van sajnos. Következőt megnyerjük. És íme a második ellenfelünk csapata... Wow. Jól néz ki. Na nézzük a srác szögletét. Sunny azt egyelőre kibólintja Sunny elől, de azt a Sunny visszagyűjti. Oké. Túloldalt kéne kijátszani, így is jó. Tegyük már ki a szélre, könyörgöm. Könyörsz, köszönöm szépen. Jó. Hú, hát ez nagyon olvasható volt, igaza van. Na, mutassunk valamit. Firmino, Sissoko, Vardy vissza. Jó. Fabinho, fú, itt egy kicsit most lelassultunk sajnos.
Mindegy, megoldjuk. Firminónak erősen, visszapassz, az nem volt jó. Az ott nem volt jó, nem volt rá se idő, se terület. Sané közben megindulna. Aha, tök feleslegesen lépegetek ki, elfelejtem az alapvető szabályokat is a FIFA védekezésben, de megvan a labda, egyelőre az a lényeg. Fabinho, és akkor Sané-t megindítjuk a bal szélen, átszáll a védő fölött, Sané, levisszük Sané, most erősen be, az egész jó, de azaz. Nem volt jó az a begurítás. Lehet, hogy James-szel egyedül kellett volna ezt megpróbálni. Majd legközelebb, vigyázni kéne, Sanchez, azt a betyárját. Jézusom! Mi történik? Pú, bakker. Jó, figyelj, ott megy, várj, bum, vagy nem várj, ki van ott? Majdnem. Jó lett volna. Akkor na, most Yang Mai támadás, mert ezen a meccsen eddig normális támadásunk nem igen volt. És most ott a lyuk. Majdnem. Firmino. 1-0 ide! Roberto Firmino végre valami jót csinál. Jól van. 1-0. Szép. Fél időben 1-0 ide, az nem rossz. Rúgjunk még 2-3-4-5-5. Fabinho. Ide lesz szépen Sissokónak. Ott indulhannak a srácok, és megnyílik Vardy előtt a terület. Vardy a rövid felé. Nem tudom, melyik volt mondjuk a rövid, mert eléggé középen voltunk. Hát mindegy, nem sikerült, de hát nagyot védett. Jó. Oké. Adjuk be. Azt viszont belepaskol, igen. És ez így az övé lehet. Tehát volna lehet. Igen. Szép. Jamie-nek be. Jamie egyből. Ott is van a 2-0. Köszönöm szépen. Tanítani való akció. Tanítani való befejezés. Jó. De... Táj, hogy ezt nem tudtam berúgni. Hát nem hiszem el, te. Pedig... Aj, gyönyörű gól lett volna. Nagyon jó, let's go Móni. Oké, okay. Jamie beindulhatsz, de nem passzolok most. Sissoko, Sané. Így nagyon lelassultunk, bakker. De azért majdnem összejött végig ott egy fejes, az úgy elég veszélyes lett volna. Olyan közelről. Mertens viszont nem egy lassú fickó. A passz viszont nem volt jó, de még így is nála maradt. Vardy. De most nem szabad gólt kapni, most nem szabad gólt kapni, nagyon jó. A Bayang versus De Gea 11-es. 11-es lesz, középre rúgja. Nem, szépen bevart a bal alul, a betyárját, jó van. Feljön egy góra a fiú, koncentrálni kéne. Jó, megvan, Sané. Sané, ne fuss lesre, oké, nem ő kapja, de ez meg Vardynak rövid volt. Fabinho fejese megvan, most egy kicsit kapkodós a játék. Hú, vegyünk levegőket, nyugi. Firmino, Fabinho. Azt hittem, Firmino érkezik ott, hopp, az kipasszolta nekünk, Vardy gyorsan! Ez komoly, hogy mellé rúgta? Na, még egyszer kipasszolta nekünk, hát ez hülye. Jó. Én inkább megtartom a labdát, jó? Én is így gondolom. Bum, ott is van! Kétszer visszaadta kapussal a labdát nekem, és ezért sikerült stabilan behúzni ezt a mérkőzést. Itt a végén egy kicsit elkezdtem izgulni, mert feljött tényleg egy góra, de szerintem végig jobbak voltunk. 2-1-re megnyertük. És hát srácok, lányok, ez a videó most ennyi lett volna. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek, ha így van, lájkoljátok és írjátok meg, hogy ti milyen játékosokat vásárolnátok ismételten. Ránézek most Kantéra, hogy jelenleg mennyi az ára az öreg N'Golónak, mert amúgy én szívesen látnám őt a csapatomba. 170...
Hát ilyen 170 körül van, aha, az, akkor azt hagyjuk, hagyjuk. Írjátok meg, hogy kit érdemes. Oké, találkozunk legközelebb is, én Lucky voltam. Cső!